Üdvözöllek benneteket, negyedikesek! Süli Szilvia vagyok, negyedikes osztálytanító, és a Széchenyi István Általános Iskolában tanítok. Mai órán egy házi olvasmányt, vagyis az első negyedikes házi olvasmányt fogom majd bemutatni nektek. Biztos, hogy megkaptátok már a házi olvasmányok listáját, és látjátok rajta, hogy tele van kisregényekkel, ifjúsági regényekkel, amelyek bizony hosszadalmasabbak, mint az eddigiek. De mai órán az első házi olvasmány nem regény, nem ifjúsági regény, hanem egy mesegyűjtemény. Ennek a házi olvasmánynak a gyűjtője Benedek Elek, és így néz ki a könyv, de ezt a képet majd többször fogjátok látni. Na hát akkor kezdjünk is bele. Házi olvasmányunk címe a két bors ökröcske. Mielőtt elkezdenénk, játszunk egy kicsit. Gondoltam egy szóra, és erről a szóról több fogalmat, tárgyat tettem ide ki nektek képpel együtt. Arra lennék kíváncsi, hogy vajon rájöttök-e arra, hogy mire gondoltam. Itt van a könyv, béka király, a király kisasszony, a táltos, a sárkány, és az operenciás tenger. Vajon mire gondolhattam? Mi az, ami a könyvben benne van? Esetleg béka király a szereplője, van benne király kisasszony, láthatunk, vagy találhatunk, olvashatunk szárnyas lovakról, táltosokról, sárkánnyal is találkozhatunk, és mind ennek a helyszíne az operenciás tengeren túlon van. Biztos, hogy rájöttetek, hogy ez a népmese. A népmeséről már nagyon sokat tanultunk, és most a mesebeli vagy a népmesékben szereplő számokat fogjuk majd megvizsgálni. Le van írva néhány szám, gondolkozzunk el, hogy találkozhatunk-e, vagy melyikkel találkozunk a népmesékben. Az első a három. Vajon a három az egy mesebeli száme? Ugye azt mondjuk, hogy egy mese úgy kezdődik, hogy egy királynak volt három lánya. Vagy azt is szoktuk mondani, hogy három a magyar igazság. Bizony a három az egy mesebeli szám, mert gyakran találkozunk vele. 7. Vajon a hetes szám megjelenik-e a népmesékben? 7 országon túl. 7 fejű sárkány. Bizony, gyakran megjelenik. Nézzük a 6-ot. A 6 egy olyan szám, ami gyakran előfordul. A 6 az nem egy olyan szám, de viszont a mellette levő 12 az megtalálható benne. Például 12 fejű sárkány. 100. Olvastatok-e már olyan népmesét, amiben a 100 előfordul? Én igen. Például, ha jutalma 100 aranypengő. Tehát a 100, arra azt mondjuk, hogy mesebeli szám. 25. Szerintem 25 az nem igazán szerepel benne, de viszont a 24 az igen. A leghatalmasabb sárkányok azok 24 fejűek. 19 szintén nem cseng ismerősnek a népmesékből. Tehát akkor a 3, a 7, a 12, a 100 és a 24 azok a számok, amelyeket mesebeli számoknak nevezhetünk. Ezek a számok közül néhány az ismerős lehet az időbeli tájékozódásban használt mérőszámokról. Például a 7. 7 napból áll egy hét. 12 hónap van egy évben. Vagy a 24, tehát az két évnek, két évet jelent a 24, tehát ezek a számok gyakran előfordulnak a népmesékben. A mai házi olvasmányunk, vagyis az első negyedikes házi olvasmány, a két bors ökröcske, és mellé tettem azt a könyvet, amit gyakran használnak ez a házi olvasmány helyett. A közös bennük az, hogy mind a kettőt Benedek Elek gyűjtötte össze, illetve Benedek Elek meséi szerepelnek benne. A két bors ökröcske ez egy újabb kiadás, a Kígyós Jancsi az pedig még anyukáitok is olvasta, és mind a kettőben több mese előfordul, tehát mind a kettőt lehet majd olvasni.
A két bors ökröcske és a kígyós Jancsi különben egy-egy népmesének a címe, ami a címe lett a könyveknek is, a mesegyűjtéseknek is. Mielőtt elkezdenénk foglalkozni magával a könyvvel, nézzük meg, hogy mit tudunk Benedekelekről. Benedekelek egy erdélyi faluban született 1859-ben Kisbaconban. Gyerekkorában a szüleinek, illetve a családjának voltak szolgálóik. És a szolgálónak a lánya minden nap mesét mesélt neki, tehát Benedekeleket megajándékozta egy mesével minden nap. Ezért ő gyerekkorától kezdve nagyon szerette a népmeséket hallgatni. Amikor felnőtt, akkor Erdélyből Budapestre ment, ott járt egyetemre, ott végezte el a tanulmányait, és újságírással is próbálkozott kisebb-nagyobb sikerrel, az elején kisebb sikerrel. Amikor befejezte a tanulmányait, országgyűlési képviselő is lett, politikával is foglalkozott, és azért harcolt, hogy a gyerekeknek igényes gyerekirodalma legyen, tehát igényes szövegeket tudjanak olvasni, és hogy ne legyen kérdés az, hogy a szegény gyerekek iskolába járjanak. Tehát harcolt azért, hogy az iskoláztatás mindenkinek kijárjon. Később visszament Erdélybe, megnősült, 6 gyereke született, Kisbaconban éltek szintén az egész család, és azt nem tudjuk róla, vagyis nem halljuk gyakran róla, hogy verseket és novellákat is írt, mert igazából az összegyűjtött népmeséiről, illetve az ő saját meséiről lett híres. Több mint 100 meseválogatása jelent meg, nagyon-nagyon sok könyve, és a gyerekek Elekapónak hívták, az, hogy miért hívták Elekapónak, az majd később kiderül. A képen, tehát felesége és a 6 gyereke látható. Ezen a képen összegyűjtöttem nektek néhány ilyen meseválogatást, egy néhány könyvet. Ezek mind általában újabb kiadásúak, és itt van a mi két könyvünk is, tehát a két borsökröske, illetve annak az elődje a Kígyós Jancsi című házi olvasmány, tehát az is Benedekelek válogatott meséit tartalmazza. Ugye azt mondtam, hogy 6 gyereke volt, a 7. gyereke a gyerekújság volt, amit ő szerkesztett. Szerkesztett Budapesten is, ez a Jópajtás nevű újság, illetve Erdélyben pedig a Cimbora nevű gyerekújságot szerkesztette. A szerkesztő az azt jelenti, hogy ő dönti el, hogy mi kerül abban az újságba. Ez egy nagyon közkedvelt újság volt még akkor. Látjuk, hogy 1924-ben kiadott szám képét, és ebben nem csak szép irodalom, nem csak mesék, nem csak versek, novellák voltak, hanem bizony voltak ismeretterjesztő szövegek, szórakoztató irodalmak és más olvasmányok, és nem csak a régebbi idők íróinak az írásai, hanem a kortárs írók írása is megjelentek benne. Különlegessége volt, hogy volt egy rovata, amit úgy hívtak, hogy Elek apó üzeni, rovat, amiben a gyerekek elolvashatták Benedekelek levelét, és arra ők válaszolhattak, és leveleztek valójában Benedekelekkel, és ezekben a levelekben Elek apónak szólították. Ez az újság még mai napig is megjelenik. A képen 2018-as kiadás látható. És azt, amit nagyon meg kell jegyezni, hogy Benedekelek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a Magyar Népmese Napját. Általában ezeken az órákon, szeptember 30-án magyar népmeséket olvasunk el, és Benedekelekről is illik tanulni. Térjünk akkor át Benedekeleknek egy mesegyűjteményére, aminek ugye az a címe, hogy a két borsökröcske. Ha megnézzük a tartalmat, a tartalomban több mint 20 mese szerepel, ezek között vannak gyűjtött népmesék, amelyeket ő átírt, illetve vannak olyan mesék, amelyeket Benedekelek írt, tehát nem népmesék. Ha megnézzük a
címeket, több olyan címet találhatunk, ami már nekünk ismerős. Például a világszép Nátszákisasszonyt, vagy a csillagszemű juhászt, vagy a kacorkirályt, vagy a kisgömbőcöt. Mindezek a mesék egy ilyen kerek egészet alkotnak ebben a mesegyűjteményben, és ha jobban megfigyeljük, különböző fajtájúak ezek a mesék. A farkas és a róka állatmese, az égigérő fa, az tündérmese, tehát többfajta mesét tudunk olvasni ebben a könyvben, és ezeknek a hosszúsága is azért különböző. Mivel egy olyan mesegyűjteményünk van, amiben több mesefajta van, és ezeket illik már negyedikben felismerni, ezért nézzük át, hogy milyen jellemzői vannak ezeknek a meséknek. Az első mesefajtánk, ez a tündérmese, amit másképpen még hősmesének is hívunk. Jellemző rá az, hogy van egy főhősünk, általában a legkisebb, vagy a harmadik királyfi, vagy királylány, aki egy utazáson vesz részt, és a végén elkapja a jutalmát. Ezekben a mesékben csodálatos varázslások és átváltozások történnek, mindig megjelenik valaki, aki segít neki, és csodás lények, például sárkányok, táltosok jelennek meg, varázseszközöket adnak a hősünknek, ami lehet hajszál, toll, furúja, amit, hogyha ő valamit tesz azzal a varázseszközzel, akkor megérkezik neki majd a segítség. És a vége mindig jó, mindig pozitív, tehát mindig boldog a vége. A tréfás mesék azok teljesen másfajta mesék, az emberi butaságról szólnak, a célja az, hogy szórakozzunk, és az embereknek a gyarló tulajdonságait emeli ki és teszi nevetségessé, általában a bolond, a buta emberek a főhősök, amelyek megtréfálnak mindenkit. Van még az állatmese. Az állatmese az olyan mese, ahol az állatok emberi tulajdonságokkal vannak felruházva, énekelnek, felöltöznek, főznek, vándorolnak, céljuk van az utuknak, és általában van tanulság a végén. És van még a két nagyon rövidebb mesék, ezek a láncmese. A láncmese az az a mese, ahol a szereplők, mint a láncnak a szemei követik egymást, ezt nagyon könnyű felismerni, és a csali mese pedig az, ami állandóan ismétlődik. Felvitte az öreg asszony a tojást a hegyre, leengedte. Felvitte, leengedte. Tehát egy tréfás mese, ahol a gyerekek várják a folytatást, de valójában nincs folytatása, és ez érdekes benne. A két borsökröcske egy olyan cím, ami becsapós lehet, mert most azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy vajon ennek a mesének mi a fajtája. Benne van az, hogy ökröcske, ami állat, és lehet azt mondani mindjárt rá, hogy állatmese. De bizonyos dolgokat, részleteket elárulok ebből a meséből. Ennek a mesének van hőse, és ez egy szegény ember. Tehát megjelenik benne egy hős. Ennek a hősnek van egy segítője, aki a mesében az Isten. Találkozik vele, tanácsot ad neki. Ebben a mesében van varázseszköz. Van egy olyan eszköz, ami képtelen dolgokat is képes előhozni és megvalósítani. És a hősnek három próbát kell kiállnia. Ezek a mondatok, ezek nagyon árulkodó mondatok, és ezek a mondatoknak a megvizsgálásával rájövünk, hogy ez nem is egy állatmese, hanem egy tündérmese. Tündérmese vagy hősmese, mert van a mesének hőse, a hősnek van segítője, varázseszköz van benne, ami nagyon fontos, és csak a tündérmesékben van, és három próbát kell kiállnia, ez viszont olyan, hogy például az állatmesékben is előfordulhat a három próba, és még a tréfás mesékben is, de ebben a mesében is van. Az, hogy ezek az állítások igazak-e, de igazak, és hogy ezek az állítások között mi történik a mesékben, ez majd a ti dolgotok, hogy elolvassátok,
és megismerjétek ezt az aranyos mesét. Megtalálhattok egy rajzfilmet is, ugyanezzel a címmel. Elárulom nektek, hogy az a mese egy másik mese, nem Benedek Elek gyűjtése, és annak a mesének teljesen más a cselekménye, ne csapódjatok be, el kell olvasni a mesét, hogy megismerjétek. Nézzük, milyen feladatokat kaphattok ehhez a házi olvasmányhoz. Például, figyeljétek meg a mesekezdő és a mesebefejező formákat. Azt tudja már mindenki, hogy a mesekezdő formák az a hol volt, hol nem volt, és érdekes megfigyelni, hogy különböző mesék milyen változatokat adnak nekünk. És vannak olyan mese befejező formáink, amiket talán még nem is hallottunk. Vannak rövidek, vannak egészen hosszúak, érdekes ezeket megfigyelni. Második lehetséges feladat lehet az is, hogy figyeljétek meg a népmesékben szereplő számokat és színeket. A számokról már beszéltünk, a népmeséknek a színeit pedig egy kicsit meg kell magyaráznom, mert a népmesékben nem csak a sárga, a vörös, a kék a szín, hanem ide tartozik az arany, az ezüst, a réz és a gyémánt is. Tehát, hogyha ezekkel találkoztok, aranyerdővel, gyémánterdővel, akkor ezeket tudjátok, hogy ezek is mesebeli színek. Próbáljátok meghatározni a népmese fajtáját. Ugyanúgy, mint az előbb bizonyos jelentéseket hordozó mondatokkal megpróbáltam nektek segíteni, hogy a két borsökröcske valójában egy tündérmese. Ugyanúgy, ha elolvassátok a mesét, próbáljátok meghatározni, hogy vajon melyik mesefajtához tartozik. Írjatok le a tündérmesékben előforduló varázseszközöket és azok működését. Tehát meg lehet nevezni is, azok hogy működnek, le kell írni egy-két mondatban. A tréfás meséknek írjatok más befejezést. Tehát a bolondos, ügyefogyott szereplőknek a történetét változtasd meg. Tehát írj más befejezést, ez egy jó szórakozás is lehet nektek. A láncmesék szereplőjével alkossatok egy új mesét. Legyél meseíró és próbálj, egy teljesen másfajta mesét is írhatsz ezekkel a szavakkal. Illetve találjatok ki feladatokat és fogalmazzatok meg kérdéseket az elolvasott mesékkel kapcsolatban. Ez is egy érdekes feladat, játszatok tanítónéniset. Olvassátok el és képzeljétek el, hogy gyerekeknek feltesztek valamilyen feladatot. A feladat készítés közben ne legyetek túl szigorúak és próbáljatok érdekes feladatokat is kitalálni. És mindenek előtt olvassatok sokat, például ezt az első házi olvasmányt. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!